Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. Isten lelkedre. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úr Jézus Krisztus. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen minket az örök életre. Amen. Könyörögjünk. Mennyei Atyánk, Te az Isten és ember szeretet parancsában foglaltad össze szent törvényedet. Add, hogy parancsaidat megtartva eljussunk az örök életre, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Így tanít az örök bölcsesség. Olyan a király szíve az Úr kezében, mint a patak vize, ahová akarja, oda irányítja. Az ember minden útja helyes a saját szemében, a szívek igaz megmérője azonban az Úr. Ha irgalmas vagy és megtartod igaz utadat, az Úr előtt ez kedvesebb lesz az áldozatnál. A szemek kevéssége és a szív felfuvalkodottsága a gonoszok lámpása. Mindez csupa bűn. A bátor és szorgalmas gyarapodni fog, és mindaz, aki mohó, szegénységben marad. Aki hazug nyelvvel gyűjti kincseit, az esztelen, mert beleakad a halál tőreibe. A gonosz ember lelke ártani szeret, és társán nem gyakorol könyörületet. A gőgös kudarcán az együgyű tanul, a bölcseket követve még inkább növekszik tudása. A szent a bűnös házát szemmel tartja, hogy a rossztól visszatartsa a gonoszt. Aki bedugja a fülét, ha a szegény kiált, vigyázzon, kiált majd egyszer ő is, de szavát nem hallja meg senki sem. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Parancsaid ösvényén vezess engem, Uram. Parancsaid ösvényén vezess engem, Uram. Azok a boldogok, akiknek tökéletes az törvénye szerint élnek. Döntéseid útját add megértenem.
más tetteiden szemlélődő. Parancsaid, ösvényén, vezess engem, Uram! Döntöttem, a hűség útját választottam, végzéseidhez tartom magam. Elmémet segítsd, és megtartom törvényedet. Ragaszkodom hozzá teljes szívvel. Parancsaid, ösvényén, vezess engem, Uram! Ezért parancsaid, ösvényén, vezess, mert kedvem telik bennük. Fáradhatatlanul megtartom törvényedet, mindenkor és mindörökre. Parancsaid, ösvényén, vezess engem, Uram! Alleluja! Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek anyja és rokonai, de a tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá. Ekkor jelentették neki: anyád és rokonaid kint állnak, és látni akarnak. Ő azonban így válaszolt: az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és tettekre is váltják. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! A tanítása legyen bűneink bocsánatára. Milyen szép a szűzanya alázata. Nem kéri ki magának. Nem követeli, hogy én vagyok a megváltó édesanyja. Tessék engem beengedni ebbe a szobába, ahol tömeg van. Nem él az Isten anyai méltóságával és az azzal együtt járó jogokkal, hanem alázattal elfogadja Jézus válaszát, mert követni akarja Jézus első tanítványaként a fiát az alázat útján. És ennek egyik lépése az, amikor az Úr szolgáló leánya nem akar úrhatnámot játszani, hanem marad a szolgáló leány. A szolgának nincsenek
privilégiumai, jogai, és ő ezt elfogadja. Ha szeretjük a szűzanyát, akkor kövessük őt az alázat útján. Jézus válaszában elhangzik ez a mondat. Az ő anyja, rokonai azok, akik Isten igéjét hallgatják, és tettekre is vágyják. Nem elég hallgatni Isten igéjét. Valószínű a jelenlévők megszámlálhatatlanul sok szentmisén vettek részt, ahol elhangzott Isten igéje az Ószövetségből, az Újszövetségből, az evangéliumokból. Mennyi marad meg belőle? A magvetőről szóló példabeszéd magyarázatában Jézus arról szól, hogy a gonosz kitépi az igét, hogy ne verjen gyökeret a szívünkbe. Meghallgatjuk az igét, de nem ver gyökeret bennünk, mert a gonosz kitépi a szívünkből az igét. Hallgatjuk-e Isten igéjét, Isten szavát? És ha hallgatjuk, akkor milyen lélekkel hallgatjuk? A szeretettel hallgatott szó az megérinti a szívünket. A kötelességből hallgatott szavak nem érintenek bennünket, legfeljebb félelmet keltenek. Hallgathatjuk Isten igéjét szeretetből, hallgathatjuk Isten igéjét vágyjal. És hogyha megérinti a szívünket Isten szava, Isten igéje, akkor kezünkbe kell venni, hogy egyre jobban megismerjük, egyre jobban betöltse a szívünket, és ismét a szűzanya lelkülete, amikor az angyal köszönti őt, akkor nem csak beleegyezik Isten akaratába, hogy legyen nekem a te szabad szerint, ez a legyen a görög szentírásban azt jelenti, hogy vágyakozom arra, vágyva vágyom arra, hogy a te szabad megtörténjen bennem. Lehet így is olvasni, így is hallgatni Isten igéjét, hogy a szívünk egész vágyával azon vagyunk, hogy Isten szava az megvalósuljon, esemény, történet, történés legyen az életünkben. És ha hallgatjuk és ismerjük egyre jobban Isten szavát, akkor meg fogjuk ismerni Isten akaratát. Isten akarata mindegyikünkre kivétel nélkül az, hogy szentek legyünk, mert ő szent. Ez az ő akarata, ez az ő vágya. Az ő akarata az, hogy mindannyian, akik ismerjük és szeretjük őt, eljussunk az örök életre, eljussunk a mennyországba, részesedjünk az ő dicsőségébe. Ez Isten szándéka, ez Isten akarata, mindegyikünk felé. És ha mi is akarjuk és együttműködünk vele, akkor ez meg fog történni. De van az egyén életünkre vonatkozóan is akarata Istennek. Hogyha olvassuk Isten szavát, Isten igéjét, és nyitott, vágyakozó szívvel olvassuk, és elmélkedünk Isten szaván, Isten igéjén, a szívünkben forgatjuk, mint ahogy a szűzanya tette, akkor megkapjuk az életünkre vonatkozó, egyén életünkre vonatkozó kijelentéseket is, Isten igéjét, Isten szavát, amelyek a mi személyes életünk vezető igéivé válhatnak, amik meghatározzák a szentévállásunk útját, az üdvösségünk útját. Adjunk hálát Isten szaváért, Isten igéjéért, Isten
kinyilatkoztatott szentírásáért, amit az egyház őriz, tanít és továbbad. És szeressük nagyon Isten szavát, Isten igéjét olyannyira, hogy ne csak vágyakozzunk arra, hogy megtörténjen Isten szava bennünk, hanem mi is tettekre váltsuk Isten szavát, Isten igéjét, és az Isten igéje akkor szentté tesz bennünket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja ez az Úr kezedben az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atyaszent Egyház. Istenünk, fogadd kegyesen néped adományait, hogy az üdvösséget, amelyet buzgó hittel vallunk, a szent áldozat erejéből elnyerjük, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkedben. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotod, szeretett fiad, Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden műved, csak téged illet a megváltott világ hála éneke. Ezért összes szentjeid újjongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk minden angyallal együtt, örvendezve hirdetjük, és mindenkor énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk,
minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt a adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatig. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálnak a hirdetett Urunk, és Istenben vagyunk feltámadásodat, ami mindenhez. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által. Ezért bizalommal így imádkozunk, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak,
dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindenörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, add meg teljes egységét, aki ölsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Tegyen békesség köztünk az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
könyörögjünk. Szentségeiddel erősítesz minket, Istenünk. Támogass jóságosan állandó segítségeddel, hogy megváltásunk kegyelmét a szent áldozásban is, és keresztény életünkben is elnyerjük, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Legyen áldott az Úr neve. Most és mindenkorra. Az Úr a mi segítségünk. Aki az eget és a földet alkotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szent segítségért mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.